A Comenius iskola első B-osztályának Tücsök kórusa és a Comenius kamarakórus Lovák Károly gondoskodó irányításával idén is varázslatos koncerttel ajándékozta meg a budai úti református templom pacsorai dzsúfolásig megtöltő, a hagyományos adventi hangversenyre kíváncsi igényes fehérvári közönséget. Kicsit nehezek voltak a körülmények a Covid miatt, mert utolsó pillanatig nem tudtuk, hogy megtarthatjuk a koncertet, vagy nem. Tavaly ugye ugyanígy felkészültünk, és hát le kellett mondani. Most viszont úgy döntöttünk, hogy megszervezzük, meg fogjuk tartani a koncertet, és hát többféle stílusban készültünk, lesznek gyerekek, picikék, nagyok, lesz a Comenius kamarakórus. Hát remélem, hogy szép estét fogunk szerezni a közönségünknek. A kicsik dalai egy olyan világba kalauzoltak el bennünket, ahol a tisztaság alapvetés, a sugárzó, mosolyjal teli pillanatok pedig természetesek. S hogy mit jelent a töpörtjüknek a dal? Lovrek Károly erre is tudja a hiteles választ. Mindent. Amennyit dolgoztak, imádnak énekelni a kisgyerekek, most a gyerekekről beszélek, és hát ez egy életforma lesz. Az a cél, hogy egy életformává váljék az, hogy énekelnek, és hogy amikor majd felnőnek, amikor már olyan korúak lesznek, mint a Comenius kamarakórus, akkor is keressenek maguknak egy olyan kórust, ahol jól érzik magukat és énekelnek. Berze János református lelkész házigazdaként hiteles gondolat sorában fogalmazta meg az emberfia legfontosabb adventi teendőjét, tiszta szívvel és lélekkel készüljünk a születésre.